felmerülhet az a kérdés, hogy hogy jutsz te hozzá ez a jutalékodhoz. Nálunk havonta van jutalékkifizetés, olyan 10-e, 15-e környékén szokott megjelenni az intranetben az, hogy neked mennyi a bónuszod arra a hónapra, és akár minden hónapban is lehívhatod ezt a bónuszt, ugye erre két lehetőséged van, hogyha magánszemély vagy, akkor a cég kénytelen befizetni a jutalékod alapján a különböző járulékokat az államnak, a maradékot kapod te. A másik lehetőség az, hogy vagy egyéni vállalkozó vagy, vagy valamilyen céged van, akkor a cég számlázza a DXM felé ezeket, mint ügynöki jutalék, és akkor az egészet kifizeti a cégnek, és utána te meg a cégből úgy veszed ki, ahogy általában az ember pénzt tud kivenni a saját cégéből. Azt is meg tudod tenni, hogy különösen addig, amíg a jutalékod nem olyan magas összeg, hogy bent hagyod, és akkor nem fognak minden 10.000 forintból levonogatni neked, hanem megvárod, amíg benn mondjuk benn van 100.000 forint, és csak akkor hívod le. Sőt, a magyar hálózatnak a tagjai azt is megtehetik, hogy a következő vásárlás során a bónuszukból használnak föl pénzt. Ez a megrendelésének a 40% erejéig van erre lehetőség. Tehát mondok egy összeget, 10.000 forintért rendelsz, akkor 4.000 forintot tudsz fizetni a már bent lévő jutalékodból, és 6.000-et kell kifizetned.